Én nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Igazából ezen a gyásznapon szeretnénk imádkozni. Persze nem csak az Aradon kivégzett tábornokokért, hanem azokért is, akik itt Piski csatatéren elestek, de a 48-49-es szabadságharc minden áldozatáért, azokért is, akiket később várbörtönbe itt-ott, hát hogy mondjam, kivégeztek, vagy belehaltak, beleőrült a szomorúságba, fájdalomba. A Szászvárosi gyerekek készültek egy dallal, és a kis verssel, hallgassuk meg őket. Közös veszélyben fogjatok kezet, bajtársak, szenvedők, boruljatok le a jóság előtt. Bukottak, győztesek, az igazságban egyesüljetek. Hívők, kételkedők, az ember vérzi, szeressétek őt. Harcosok, álmodok, mindnyájatokban egy búszív dobog. Testvérek, emberek, ne öljetek már, ölelkezzetek. Volt itt mindig, aki bátra szólt, mindig voltak nagyot álmodó, nincsből is várat építő, az elem csüggedő. A múlt ítő szavát, az ég levésett jelzés, mi csak szívünk áll. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy állod itt a föld, a hömpölygő folyó, az erdők és mezőn. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövőn, minden hozzáfűz. Ha bennünk testet ölt, így lesz ez örökké. Mennyi érzelem és szenvedély, mely a téli fajban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél.
hogy én. Nem a gyűlölet a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig láss más a fájdalmát. Már csak értenénk a múlt intő szavát, az égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyó, az erdők és mező. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövünk, minden hozzá fűz, álma bennünk teste tölt. És a gyermeked azt kérdezné, miért vagy büszke rám, hogy miért szebbet állj bárminél. Taníts meg neki, hol költőink énekét, hogy miért él bennünk a hűség, a síron túl is még. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyó, az erdők és mező. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövőnk, minden hozzá fűz, álma bennünk este tölt. Jöhet ezer új barát, sose keres új hazát. Kedves gyerekek, ugye a biológia órán azt tanultátok, hogy az egysejtűek rájöttek arra, hogyha telepeken együtt közösen vadásznak, élnek, nagyobb a túlélési esélyük. És az így jöttek létre a biológusok szerint az első szövetek, szervek, és ma itt áll egy gyerek, itt mondjuk. Marikát vagy Annát mondjuk, hát van benne több mint 100 trillió sejt. Hihetetlen. És ez a hatalmas élő szövet, hát hogy mondjam, befogott egy körülbelül 4,5 kiló mikroorganizmust. Gyomrába, mindenütt szaraszék. Ezek mind dolgoznak, szimbiózisba élnek. Az élelmet, amit megeszel, szétbontsák darabokra, eljuttatják, mit tudom én, a legtávolabbi részethez is. Tehát ez az élet, szimbiózis. Együtt, közösen, erősebbek vagyunk, mint külön-külön. És én 48-ban igazából ezt csodálom, mikor ugye, hát kitört a forradalom, a nénik levették a fülbevalójukat, bácsik az órájukat, odarakták, fegyvert vásároltak, hadsereget szerveztek belőle, és ez volt a forradalom. Próbáltak, itt Piskin ugye megfordították a csata menetét, és hosszú meneteléssel az ojtuszi szoroson szépen, köszönjük szépen, nem kell ide császári sereg, kiszorították. Tudjuk jól, hogy a cártól kértek segítséget, hogy akkor mondták, a muszkákkal jöttek, és lépésről lépésre visszafoglalták, és 49. augusztus 11-én volt Temesvár alatt egy nagy döntő csata, ahol a honvédek alul maradtak. És a nagysága az akkori vezetőknek, valamelyik évben direkt elvittem a gyerekeket világosra arra a templomba, ahol a fegyverletétel előtti éjszakát imádságba töltötték ezek a férfiak. És miséztünk ottan. Az ember úgy beleborzong, hogy ott vannak. Van még közel 40 ezer honvéd. Dönthetnének. Hogy beszélnek, vitatkoznak, veszekednek. És eljutnak oda, hogy a közösség fontosabb, mint az egyén. És azt mondják, hogy jó, mi letesszük a fegyvert, ha a katonákat elengedik.
A Direkt megosztotta egy olyan felvételt, ami Székely udvarhelyén készült, idős bácsik vannak rajta, egyenruhába, akik kint voltak a fronton. Akiknek a sorsáról aznap éjszak ezek a tisztek döntöttek. Mert dönthettek volna úgy, hogy nem adjuk fel, menjenek a fiúk harcolni. De ők átadták a kardjukat, és vállalták a végzetüket. Feláldozták néhányan az életüket több tízezer emberért. És azt tudjuk jól, ugye, hogy október 6-án életükkel fizetnek a döntésükért. De vállalták. Most azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tanuljunk tőlük. Tanuljunk az egyszerű sejtjeinktől. Merjünk, akarjunk összefogni. Ne oldott kéveként szétmenjünk. Fiataljainkat elengedjük a nagyvilágba. Hát ezeket a keresetlen gondolatokat próbáltam elmondani, és megkértem Bonaventura testvért, hogy a végén az elesett katonákért, összefogásért vezesse az imát. Én azt gondolom, mielőtt még egy rövid fohász lelküdvért elmondunk, jó lenne a nevüket azért úgy megemlíteni. Biztos, hogy ezt mindannyian olvastuk, tanultuk, de mégis a köztudatban ugye az van elterjedve, hogy 13-an voltak, de tulajdonképpen, hogy a történelmet megnézzük, tényleg 17-en voltak. Október 6-án Golyó általi halált halt Lázár Vilmos, gróf Dezefi Arisztid, Kis Ernő és Weidel József, illetve felakasztották lovak Pöltember Ernő, Török Ignác, Lájner György, Knezik Károly, Nagy Sándor József, gróf Leningen Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanics János és gróf Vécsei Károly. Rajtuk kívül október 6-án Aradon végezték ki Ormai Aufenbert Norbertet, Kazinci Lajost és Hauk Alajost, illetve Aradon veszette életét Lenkei János. Jézus a városon kívül halt meg a kereszten, idegen sírba temették el, háborúkban, hazánk és otthonaink védelmében, vagy esztelen gyűlölettől kényszerítve sokan a magyarok közül is, a mieink közül is idegenben haltak meg, idegenföldben nyugszanak. Nem kísérhették szeretteik őket utolsó útjukra, az emlékezés virágait nem tehették sírjukra. A hősi halottakért imádkozunk ma, mindenható örök Isten, alázattal borulunk fölséged elé, hogy a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörögjünk. Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását. Irgalmazd nekik és adj megnyugvást az örök békesség honában. Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk Istenünk. Ismerd el őket, teremtményeidet magadénak, ne emlékezz vétkeikre, melyeket a meggondolatlanság zavarában tettek. Isteni megváltunk Jézus Krisztus, a te mondásod ez, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja testvéreiért. Hősi halottaink, akikért imádkozunk, nem kímélték magukat, életüket áldozták értünk, magyar hazánkért. Tekints rájuk kegyesen, és tézesítsd őket kereszthalálod végtelen érdemében. Nekünk pedig add, hogy a drága vérrel megszerzett és megvédett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, érte dolgozni meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelesség teljesítés, a hősies áldozathozatal szelleme áradjon ránk. Add csüggedetlen szívet, hogy a harcszereken elesett honfitársaink nyomában magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényeit és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink javára, Krisztus, ami Urunk által. Most pedig az egység közösség kifejezéseként fogjuk meg egymás kezét, bizalommal lelkük üdvékért, imádkozzuk el azokat a sorokat, amelyre Jézus megtanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben, az Úr Jézus szent nevében. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Magyarok nagyasszonya közben járására áldjon és őrizzen minket a mindenható Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Isten áld meg a Még egy harcán